Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad jelenleg a világunk? Oké, köszönöm szépen. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Etikátlan. Etikátlan. Igen. Aztán? Tudatlanság. És még? Emelkedő árak? Elnyomás. Elnyomás. Jó, tehát van sok gond, nem? És nem tudom, tapasztaltátok-e, hogy mintha nőne az emberek egója. Tehát, hogy mintha egyre több és több lenne az emberek egója. Beszéljünk erről egy kicsit, jó? Erről az egó kérdésről. Szóval. Láttam egy, két videót láttam, most a napokban, megnéztem. Nem azt mondom, hogy elém került, hanem szándékosan néztem meg. És ugye egyik egy ilyen riportszerű volt, de nem riporter volt, aki csinálta, hanem csak riportert játszott. A másik pedig egy előadás volt. És azért néztem meg, mert egy könyvírónak a... Tehát könyvíróval szólt ez a riport, egy ilyen 3/4 órát beszélt. Hát az, hogy a riporter beszélt, azt nem néztem, azt mindig tovább tekertem. És utána pedig másnap megnéztem egy ilyen 1,5 órás előadását. És azért érdekes ez a dolog, mert ugye, hát én elég sok mindent tanultam életemben, sok millió forintot, illetve nem sok millió, több millió forintot költöttem a képzésemre, mert így durván olyan 3-3,5 milliót, tehát a saját képzésemre, amiben mindenféle rendezvény volt, tanfolyam, könyvek, stb. Stb. Jó? Tehát viszonylag sokat, átlagnál biztos, hogy többet költöttem. Felnőtt koromban, ez a 90-es évektől, mondjuk napjainkig lehet ezt számolni. És hát ezáltal elég sok tudást gyűjtöttem, és nagyon érdekes, mert az életem úgy alakult, hogy nagyon sok tapasztalatot kellett megélnem. És ugye 87-től mondhatjuk azt, hogy nem átlagos tapasztalatokat élek meg, hanem az átlag feletti tapasztalatokat, hiszen attól lettem alkalmazott, 91-től pedig ugye kezdtem csapatépítésbe, azóta van saját szervezési csapatom, 93-tól pedig megalapítottam az első cégemet, és azóta összesen 14 saját céget alapítottam. Tehát 14-et. Ez azt jelenti, hogy elég sok minden benne voltam, csináltam, részt vettem, pénzintézeteket vezettem, nem is egyet, többet, de tényleg többet, vagy 6-ot, nem is mondtam még. És abból az egyik az piacvezető is lett. Szóval elég sok mindent megéltem, akkor elvettek tőlem pénzintézetet, mert nem adtam el, és akkor elvették. Jó, tehát volt itt minden az életemben. És hát ugye ez azt jelenti, hogy az átlagnál többet tanultam, ugye azzal kezdtem, és az átlagnál többet tapasztaltam.
És hát ugye 14 éve foglalkozok olyan tevékenységgel, ami az én küldetésem. Hát ugye én a 90-es években már arról beszéltem, hogy valószínűleg a vasat meg kell edzeni, azért történnek velem azok a dolgok, mint amik történtek. És valamilyen oknál fogva nekem azokat meg kellett élnem, a jövő szempontjából valószínűleg majd hasznos lesz, én ezt így gondoltam, ezért igazából nem is álltam ezekhez a dolgokhoz egyáltalán negatívan. És mint kiderült, az összes történés, ami történt velem, az mind a jövőben felhasználható lett, olyan szinten, hogy az elmúlt 14 évben már nem csak megélésként tudom azokat a tapasztalatokat, és problémák megoldásában tudom azokat a tapasztalatokat felhasználni, hanem tudom tanítani is. És hát ugye 14 évvel ezelőtt elkezdtem 2010 nyarán tanítani olyan dolgokat, illetve már előtte is, mert egy szűkebb körben már 2000-től tanítottam az embereknek, ugye ezekből a tapasztalatokból, tudásokból, hiszen ez jóval átlag feletti tudás, és jóval átlag feletti tapasztalat. És 2010-től folyamatosan tanítottam az embereknek, csak egy szűk körnek, és 2010-től vált lehetősége az, hogy ne szűk körnek tanítsam, adjam át a tudásomat, tapasztalatot, hanem egy lényegesen nagyobb körnek. Tehát ezreknek, tízezreknek, sőt százezreknek. És lényeg az, hogy ezáltal, hogy elkezdtem 2010-ben ilyen főtevékenységet végezni, hogy tanítsam az embereket, hát elkezdtem kapni képességeket. Nem keveset, hanem többet. Tehát nem egy-kettőt, hanem többet. Hát többek közt olyan képességet, hogy kapcsolatban állok a teremtőmmel, nem a teremtővel, tehát most ne értsétek félre, az én teremtőmmel vagyok kapcsolatban. Jó, tehát ugye nem avval a teremtőmmel, amelyik létrehozta az univerzumot, az életet, a lelkeket, nem azzal a teremtővel vagyok kapcsolatban, hanem a közvetlen kommunikációs kapcsolatban a teremtőmmel vagyok. És hát már elég régen vagyok kapcsolatban, hát szerintem tudatos kapcsolatban talán 2010-től, 11-től valahogy így pontosan. És hát ez a kapcsolat többek közt azt is eredményezi, hogy tudok kérdezni, és kapok választ, és de úgy, hogy mintha beszélgetnék, érted? Tehát ha arra van szükség, hogy beszélgessünk, akkor beszélgetnek vele. Tehát ami azt jelenti, hogy én kérdezek, ők meg azonnal válaszolnak. És ugye régebben ez nem így volt, hanem így pár perc után jöttek a válaszok. Most is van ilyen, hogy pár perc után jön a válasz, de akkor nem beszélgetünk, hanem csak kérdezek egy kérdés, és akkor megérkezik egy olyan 2-3 percen belül legkésőbb a válasz. De ez kezdetben is egyébként így működött. És hát ezáltal, ha valamit nem tudok, nem ismerek, mert nem tanultam, nem tapasztaltam, akkor meg tudom kérdezni, és megadják a választ. Eddig a válaszokban soha nem csalatkoztam meg. Tehát soha nem. Tehát ezek a válaszok mindig olyanok voltak, hogy tényleg 100%-ban úgy volt. És lényeg az, hogy föltehetek például olyan kérdést is, hogy az úgy van-e, vagy nem úgy van. Igaz, vagy nem igaz. Oké? És ez baromi jó dolog nekem, mert egyszerűen hát ezáltal tudom, hogy mi az, ami igaz, vagy mi az, ami nem igaz.
mi az, ami valóság, vagy mi az, ami hazugság. És hát ugye régóta így olvasok dolgokat, hogy, vagy nézek videókat, hogy igaz, nem igaz. Nyilván amit megtapasztaltam már válaszként, arra emlékszem, és azon a területen nem kell. Tehát nem kell újból kérdést föltenni. És hát ugye gondoljátok végig, kaptam olyan képességet is, hogy én képes vagyok arra, hogy, a tudást azt ne az agyammal raktározzam, hanem a lelkemmel, ami azt jelenti, hogy a, lelkem adja meg a válaszokat. Tehát ha olyan dolgokban, amit, amire emlékezni kell. Tehát emlékezni kell. Jó? Tehát ez miért jó? Hát azért, mert a lélek az mérhetetlen tudás emlékezésére képes. Hát gondoljuk végig, hogy általában az embereknek több milliárd éves lelkük van, és ha nem földi emberként élnének, akkor a lélek mindenre emlékezne, ami a több milliárd év alatt történt. Vele természetesen. Jó? És a léleknek van egy olyan különleges képessége, hogy kapcsolatban tud lenni az egyén teremtőjével, és ha valami olyan dolog van, amit a lélek nem tud, mert hát honnan tudna, amikor úgy születtünk le, hogy törölték a tudást, de különben belebolondultunk volna a csecsemőkorba, és lényeg az, hogy nem tudással jöttünk le ide a földre, hanem szeretettel. És hát ugye az a tudása általában egy embernek, amit megél, megtapasztal, amit tanul. Pedig hát minden probléma, ami történik az emberrel, arra a lélek meg tudná adni a választ, mert a teremtője a léleknek megadja a választ. Tehát mindenkinek. Tehát mindenkinek megadja a választ. A teremtője a saját lelkének. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy miért mondom, hogy teremtő, hogy csak tiszta és világos legyen. Tudjátok, azért magyarázok ilyen dolgokat, mert ezt sehol senki nem magyarázza el. És majd beszélek arról, hogy miket nem magyaráznak még el, jó? Tehát ugye ez úgy működik, hogy vannak felsőbbrendű lények hozzánk képest, itt a Földön is, de ugye a teremtőnk az nem a Földön van, nem kell a Földön lennie, jó? Jellemzően a teremtőink vagy a Vénuszon, Vénuszban, vagy a Marsban vannak, jó? És egy teremtő az általában olyan 6 embert tud felügyelni, gondoskodni róla, de úgy, hogy nem kell itt lennie. Jó? Tehát lényeg, hogy vannak ilyen lények, tehát gondold végig, körülbelül az emberiség hatodára lenne érvényes, hogy, tehát hatoda, hogy szükség van olyan teremtőre, aki kontrollálja az egyént. De nyilvánvalóan ez akkor történik meg, hogyha nem adja el az egyén a lelkét. És nem adja, tehát nem él vissza az egyén a tudással. Tehát ezért gyakorlatilag a bolygón nincs egy egész
tudom én, 3/10 vagy 4/10 milliárd embernek, vagyis akarom mondani, nincs 8 milliárd embernek közvetlen ilyenfajta kapcsolata. Jó? Tehát lényeg, hogy ugye vannak ilyen képességeim, hogy kapok információkat, és ha mondjuk azt kérdeztem meg, amire ugye volt példa, hogy hogy jött létre az egész világegyetem, akkor arra is megkaptam a választ. Oké? És ezt már tanítottam is. Szóval, ugye van egy szabály ezzel kapcsolatban, mivel az egész világegyetem teremtett, még az utolsó molekula is teremtett, vagy atom is teremtett. Oké? Onnantól kezdve, mivel teremtett, hát ezért ész nélkül nem lehet teremteni, csak rombolni. Oké? Tehát a teremtéshez nem kis ész kell. Jó? Az esetlenek azok rombolni tudnak. Teremteni nem. És mivel igen-igen sok ész kellett a teremtéshez, és ez nem kell test, hogy legyen valakinek esze, hanem lélekre van szüksége, hogy legyen esze, ezáltal ugye itt a világegyetemben, mivel minden teremtett, minden, még az energia is, csak az a teremtő által, ezáltal, nem a teremtőm által, a teremtő által, nagy különbség, ezáltal, hogy minden teremtett, mindenben ott van a logika. És amiben nincs logika, az hazugságot tartalmaz. Tehát a hazugság megakadályozza a logikát. Tehát csinál a logikában egy bakit. Ha nagyobb hazugság van, akkor nagyobb bakit csinál a logikában. Tehát minden, ami hazugságot tartalmaz, az logikátlan. Világos? Az összes igazság az teljesen logikus. Oké? Na most ezáltal ugye viszonylag könnyű kideríteni, hogy valamiben van hazugság vagy nincs. És néztem ezt az írót, akinek eleve úgy kezdődik, hogy beszéljünk erről előtte egy kicsit, mielőtt az íróról beszélnék. Ugye én tanultam számmisztikát, numerológiát. Az asztrológiával együtt egy ősi tudományról van szó. Több ezer éves tudományról. És ugye amikor az ember nem ismeri az asztrológiát vagy a numerológiát, akkor nem hisz benne. Hát az általában az emberek abban nem hisznek, amit nem ismernek. Amikor az ember megismeri az asztrológiát, nejem az végzett asztrológus, vagy megismeri az ember a numerológiát, akkor ledöbben, és rögtön elkezd benne hinni. Mert ugyanis az asztrológia meg a numerológia megmondja, hogy te milyen vagy. Oké? Ilyen egyszerű. Sőt, azt is meg tudják mondani, hogy mi várható, mi történhet, stb. Stb. Jó? És ezért szoktak az emberek ledöbbenni az asztrológiától, numerológiától. Én először 93-ban döbbentem le az asztrológiától, hogy megmondta az asztrológus, hogy pedig nem is egy profi asztrológus volt, hogy milyen vagyok. És persze, hogy ledöbben. Úgyhogy sose találkoztunk előtte életemben. És csak egyszer megkérdezte a születési dátumom. Ennyi volt. És ugyanez a numerológia, egyszer megkérdezi
megkérdezem a születési dátumodat, megnézem a nevedet és megmondom milyen vagy, sőt azt is, hogy milyen élethelyzeteket éltél meg, úgy nagyjából, jó? Szóval nagyon érdekes dolog egyébként, mert mit tudom én, ránézek egy könyvírónak a nevére és rögtön azt mondom, hogy hoppá, a neve az a személyiséget tükrözi, egy egyénnek a neve a személyiséget tükrözi, és minél rövidebb valakinek a neve, annál egyértelműbb a személyisége. Minél hosszabb a neve, annál nem egyértelmű, tehát mondhatjuk azt, hogy bonyolultabb, annál bonyolultabb a személyisége. Jó? Na most én mondhatjuk azt, hogy bonyolult személyiség lehettem életemben, mert például az általános iskolában voltunk, vagy 30-an, a második leghosszabb nevem volt. Oké? Okay. És én ezt, ennek örültem, mert hogy valamiben második vagyok, tudod? Ez az jó. Szóval, és hát ugye, hát akkor én még nem is értem számmisztikát, de azóta tudom, hogy minél hosszabb neve van valakinek, annál bonyolultabb a személyisége, és minél rövidebb neve van, az azt jelenti, hogy a betűk darabszáma számít, nyilván annál könnyebb meghatározni, hogy valaki milyen. Miért? Nagyon egyszerű, mert vannak olyan számok, amelyik erősítik egymást, vannak olyan számok, amik gyengítik egymást, és vannak olyan számok, amik kiegyenlítik egymást. De ez mit jelent, hogy szám? Hát hol van egy névben szám? Hát úgy, hogy minden betűnek szám értéke van. Tehát meghatározott, pontosan meghatározott szám értéke van. Például az egyes számértékű betűk, azaz A, J, S. Oké? Tehát Aladár, ha valaki nem értette esetleg tisztán, János és Sándor első betűi, jó? A, E, S. Ami azt jelenti, hogy ha valakinek a neve elég rövid, tehát nincs olyan, hogy gyengítse azt a számot valami, vagy kiegyenlítse esetleg a rossz tulajdonságait annak a számnak, hát akkor az rögtön látható, hogy kinek milyen a személyisége így kapásból, ránézésre. Tehát nem is kell elemezgetni, mert ránézésre lehet látni. És ha valakinek mondjuk a nevében élből van rövid név esetén 5-1-ese, akkor rögtön tudja az ember, hogy akkora egója van, mint a ház. Nekem hosszú nevem van, és van 4-1-esem. Jó? Ami azt jelenti, hogy az én nevemben legalább tudnak lenni gyengítések, meg kiegyenlítések. De egy rövid névben, ami mondjuk 10 betűből áll, abból 5-1-es, az ki van csukva, hogy ott ne legyen szó egy óriási egóról. És akkor néztem ennek az írónak a nevét, rögtön tudtam, hogy akkora egója van, hogy iha. Mert az egyes az az ego. Ha a nevében A, J, S van, akkor az bizony, és az ő nevében pedig 5 darab ilyen értékű betű van. Jó? Hát rögtön láttam. És akkor mondom, megnézem már, hogy miről beszél. Mert hát valaki propagálta nekem az ő irodalmát. Hát, mondom, akkor megnézem. Jó, és lényeg, hogy hallgattam tőle ezt a 3-4 órát, ezt tegnap előtt,
a 3 nedve alatt kétszer akkora hülyeséget beszélt, hogy a fülem ketté állt tőle. És tegnap meghallgattam ezt a 1,5 órás előadását, és hát rengetegszer így csóváltam a fejemet előadásán közben. És hát miről írt? Könyveket, 2 könyvet írt, azt hiszem. Hát a tudatalattiról írt. Oké? Na akkor tisztázzuk már ezt a tudatalatti kérdését, mert ő nem tisztázta sehol, semmiben. Azt se tudja, mi az, hogy tudatalatti. Jó? Tehát gyakorlatilag olyan, mondom, ránézek a Google-ba, hogy mit jelent az, hogy tudatalatti. Te is megnézheted. Gyakorlatilag nem tudják. Nem tudják, mit jelent a tudatalatti. Ugyanúgy, mint ez a könyvíró sem tudja, mi az, hogy tudatalatti. Jó? Nem tudják, mi az. Rögtön ott kezdődik valamiről, nem tudják, mi az, akkor nincs benne logika. Az hazugság. És megkérdeztem a fentieket, hogy ha már össze-vissza a hülyeségeket írnak a tudatalattiról, mondom, megnézem már, hogy, tehát, hogy mit jelent tudatalatti. Ráadásul még olyan kifejezés van, hogy olyan kifejezés is van, hogy közös tudatalatti. Lehet, hogy azok, akik sok ideje foglalkoznak tudatalattival, most ezekkel a dolgokon megbotránkoznak, de én meg leszarom. Ja? Ilyen egyszerű. Szóval, lényeg az, hogy hát én se tudtam régen, hogy mi az, hogy elme. Érted? Nem tudtam. Én a 90-es évek vége felé kezdtem el tanulni arról, hogy elme. Olyanról, hogy két félből áll az elménk. Ugye tudjuk, hogy az agyunk az nem egy egységes komplexum, hanem az két félből áll, és a két agyféltekéhez két különböző elme részünk tartozik. A jobb oldali a tudat, a bal oldali az ösztön. Oké? Itt vannak az érzelmek bal oldalon. És még egyéb más dolgok is, amiről nem biztos, hogy beszélek most részletesen. Szóval, mert ezt itt tanítjuk. Tehát még egyszer mondom, hogy a képzés az első képzéseimben módszereket ne várj, csak információkat. A módszerek azok a nem díjmentes képzéseimben benn vannak, hanem a nagyon kedvező képzéseimben. Na most, ő például írt egy könyvet, 5000 forintba kerül, és abban a módszer körülbelül mondjuk én 1 óra alatt át tudom adni. Oké? Mondom, 1 óra alatt. Az 5000 forintos 300 oldalas könyvben. Lévő információkat, abból a módszert 1 óra alatt átadom. Jó, és nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nálunk a 30 óra képzés, az 30 óra képzés, az 2,5-szer annyiba kerül, mint az ő könyve, amiből igazából 1 óra a lényeg. 1 óra. Érted? Tehát 1 óra alatt átadható. És tudod, hogy olvasni gyorsabban lehet, mint beszélni. Tehát az ember gyorsabban olvas, mint beszél. Szóval lényeg az, hogy megkérdezem föntiektől, illetve a teremtőmtől, hogy mi az a tudatalatti? Erre mondják nekem, hogy nincs olyan. Nincs olyan. És akkor kérdezik tőlem, hogy mi van a magyar nyelvben, mint ősi nyelv? Benne van a tudatalatti?
Nincs. Átvett szó. Utána nézek a Wikipédián, benne van, hogy Sigmund Freud elutasította ezt a kifejezést. És azt mondta, hogy tudattalan. Hoppá. Sokkal kifejezőbb. Mi az, hogy tudat alatti? Mi van? Hol alul? Meg tudat feletti, meg ilyen baromságok, érted? Hol felül? Mi fölött? Ekkora baromságokat. Érted? És mondom, Sigmund Freud is a leghíresebb elmekutató, a világon a leghíresebb elmekutató, érted? Az elutasította ezt a kifejezést, hogy tudat alatti. És helyette a tudattalant használta. Jó, nem hiszed, olvasd el a Wikipédián ott. Jó, szóval lényeg az, hogy nem tudod elmagyarázni, senki nem tudja ezen a bolygón elmagyarázni, mi az, hogy tudat alatti, vagy tudat feletti, vagy közös tudat alatti. Senki. Ha valamit nem lehet elmagyarázni, akkor nincs benne és nem logikus, akkor az hazugság. A magyar nyelv átvette az angol szóhasználatból. Érted? Az, hogy tudatalatti. Mikor nekünk erre volt szavunk? Például kettő. Egyik az, hogy elme, a másik az, hogy ösztön. Érted? És ez a tudat alatti, ez lenne, de még ezt se tudják, hogy ez az. És tudod, mit mond ez a, hát én azt mondom, hogy tudatlan ember, ez a könyvíró. Az, hogy a sikeres emberek a tudat alattiukból merítették azt, hogy ők sikeresek lettek. Ekkora baromságot, mikor a tudat alatti, ha rendesen értelmeznénk, akkor az az ösztönünk. Érted? Ösztönből lett, tehát magyarul azt mondta, hogy ösztönből lettek sikeresek. És a sikerességet 90%-ban a tudat alatti határozza meg, és mindössze 10%-ban a tudat. Ez mondom olyan hülye, mint a seg. És ezt olvassák emberek, érted? Akkora fals információ, hogy akkora félrevezetés, hogy ihaj, érted? És ezért kiadnak akár 20 000 forintot, mert 4 könyvet árusít ez a faszi. Érted? Tudom a nevét, csak nem akarom mondani. Úgyis megtaláljátok. Ilyen tudatalatti hatalma, meg ilyenek könyve. Könnyen megtaláljátok, kiről van szó. Jó, tehát és nagyon érdekes ugye az egész, mert hát mindent, ami nem a tudatalattival kapcsolatos, azt mondja, hogy működésképtelen. Mindenre. Tehát mindenre. És akkor hivatkozik az agykontrollra, ahol tanulhattuk, ki az, aki járt agykontrollra? Tanulhattuk a tudatalatti programozását, emlékeztek? De hát akkor is, mikor én tanultam, voltam agykontroll tanfolyamon 96-ban, hát akkor még simán elfogadtam, mi az, hogy tudat alatti, nem volt elmagyarázva ott se, nehogy azt higgyék, azt higgye bárki. És a tudat alatti programozása. Tehát beszél arról ez a könyvíró, hogy alfába kell programozni. Hát ezzel semmi gond nincs. Oké? Meg képeket kell beiktatni. Hát ezt már tanította nekem Domján László. Annó annak idején. És lényeg az, hogy ugye ilyen, ezek a képek,
ezek gyakorlatilag ugye gyógyító kódként működnének, ugye ezt tanítja. Jó, és képzeld el, olyan hülyeséget beszél, hogy, ezek a képek, ezek kitörlik csak úgy a negatív emlékképeidet az elmédből. Nem mondja, az, egy szóval nem mondja az elmét, csak mindig a tudatalatti. A tudatalattidból kitörli a negatív emlékképeket, a félelmeket, a fájdalmakat, stb. Stb. És az emberek elhiszik. És aki ajánlotta nekem, mondtam neki, hogy mutass egy olyan embert, aki ennek a könyv hatására jobb lett. Mondom, egyet mutass. És tudod, kire hivatkozik? Ez a író. Jól emlékszem, Lajos Tamás? Arra hivatkozik, hogy neki van két lánya, és az egyik most egyetemista, és az összes ilyen nagyobb egyetemet már végigjárta, és már 8 nyelven beszél, és most akarja megtanulni a 9. nyelvet. Érted? Erre én csak azt kérdeztem volna tőle, és akkor mi van? Azt tudod, micsoda? A 8 nyelv vagy 9 nyelv. Adat. Lexikális adat. Érted? Semmi más. Semmi más. És mire fogja használni? Ráadásul tudjuk jól, mert tanuljuk, hogy minél több iskolát, hagyományos iskolát végez valaki, annál jobban elveszíti a józan paraszti eszét, mert annál jobban azt gondolja, hogy neki csak is az működhet az életében, amit tanult. Amit az iskolákban tanult. Mert még ha az iskolákban tanítanának élet és ember működését, de szó nincs róla. Semmilyen iskolában, államilag támogatott vagy hatalom által támogatott iskolákban nem tanítanak ember és élet működését. Még az se, hogy hogy működik az emberi agy, és hogy működik azon belül az emberi elme, még ezt se tanítja. Tudod, mit láttam? Az, hogy az egész manusz egy dezinformáló. Érted? Hogyha valaki normális információkat kap, akkor elbizonytalanítsák dezinformációval. Dezinformációnak ez a lényege, hogy ne tudd, hogy mi az igaz, vagy mi a hazugság. Hát csak én tudom, hogy mi az igaz, meg mi a hazugság, ez a különbség. Szóval, ha gondoljátok végig, mit számít az, hogy kinek mennyi egyeteme van. Mondok példát, jó? Magyarországon van a legtöbb diplomás taxisofőr. Taxisofőrnek minek diploma? Értem? Na most, én a magyaron kívül más nyelvet nem beszélek. Basszus kulcs, de meg tudom fizetni, ha nekem tolmácsra van szükségem. Érted? Minek tanulja meg? Felesleges időtöltés. Tanultam oroszul, felesleges időtöltés volt. Tanultam németül, felesleges időtöltés volt. Képzeljétek el, az elmúlt években csak úgy voltam külföldön, hogy mindig volt, aki fordított nekem. Ingyen. Érted? Miért kellett volna megtanulnom bármi más nyelvet? És ezzel van nagyra, nem tudott más példát fölhozni a 2 óra 15 perc alatt, érted? Csak a lányát. Aki, mit tudom én, hány nagy egyetemen tanul. Tanul, még mindig tanul. Tudod? És hogy majd megtanulja azt a nyelvet, és meg amazt a nyelvet, és meg amazt, és akkor mire megy vele? Ha nem fogja használni, úgyis elfelejti. Ennyi. Hát pedig hol fog ennyi nyelvet használni? Sehol.
Jó? Szóval, nagyon érdekes volt egyébként a válasz, mert ugye azt is szoktam érzékelni, hogy, milyen hangulatban nyomják a választ. Fentről? Aha, fentről, igen. És egy kicsit kinevettek. Érted, mikor azt mondtam, hogy tudatalatti. Jó? És megkérdezték tőlem, hogy mi van a magyar nyelvben? Hát mondom, elme. És mit csinál a bal agyféltekény? Raktároz. Oké? Okay. És mit csinál a bal agyféltekény? Ösztön van benne. És mit csinál, ha az ember mondjuk olyat csinál, hogy tudom én, programozza a bal agyféltekéjét, mondok példát, jó? Ki az, aki ösztönből tud már vezetni? Tegye már fel a kezét. Aki régen vezet, mindenki. Oké? Okay. Na, mert beprogramoztad az ösztönödet arra, hogy te ösztönből tudjál vezetni. Ez ezt jelenti. Mert ugyanis sokan tanítják azt, hogy programozd a bal agyféltekédet, érted? Nem így tanítják, hanem az ösztönödet, a tudatalattidat programozd, érted? És mi fog történni? Automatikus működés. De ezt tudod micsoda? Az automatikus működés? Idomított. Az idomítás. Hát kutyával ugyanezt csinálják. Hát gondold végig. Azért mondom a kutyát, mert idomított kutyát mindenki látott. És beidomítod a kutyának, hogy ülj! És azt mondod a parancsot, hogy ülj, akkor ül. Azt mondod neki, hogy fekszik, akkor fekszik, vagy kúszik, akkor kúszik, érted? És teljesíti a parancsot. Tehát az emberi elme is hasonlóan működik. Onnan származik ez a fajta működés, hogy belecsempészték ezt a fajta működést az ember működésébe. Állati működést, érted? És szó szerint érsz fel a belecsempészés. És ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, amilyen ösztönösen működik, az gyakorlatilag beidomítottad magadnak, vagy beidomította valaki. Érted? Tehát a kutyára bármikor rászólsz, amelyik be van idomítva, rögtön teljesíti a parancsot. Érted? Beülsz az autóba, és onnantól kezdve ösztönösen ki se kell már mondanod, hogy annak alapján, az ösztönöd alapján vezesse. Ki se kell mondani, már rögtön működik a parancs. Érted? De ennek mi köze a gondolkodáshoz? Hogy lehet egy sikert beprogramozni? Sehogy. Miért? Mert bármi közbe jöhet, és akkor mit csinál? Oké? Okay. És mindent, ami nem a tudatalattival, nem az ösztönnel kapcsolatos, az a, ez a tudatlan, ez úgy lehúz, mint a húzat. Érted? És emberek képesek ilyet olvasni. Érted? Úgyhogy most biztos nem tetszik annak, aki nekem ezt ajánlotta. Az Hodziher. Meg aki esetleg már elkezdte ennek az olvasását. Azoknak se. Jó? Szóval a lényeg az, hogy érdekes világban élünk. Tehát át kellene látni például azt, hogy aki itt tanul, és azt mondja, hogy én keresgelek itt is, ott is, olvasgatok, nézegetek, megyek ilyen-olyan rendezvényre, menjél. Csak úgy össze fognak zavarni, hogy arrukódulsz. És nem tudod, mi a jó. Az, amit hallottál mástól, vagy az, amit Szedlacsik Miklós tanít. Na most, akik a világban tanítanak, mondom nektek, mutassátok az emberek változását. Én meg tudom mutatni az emberek változását itt a PPH-ban. Méghozzá nem kevés ember változását, és pozitív irányban történő változását. Én ezt meg tudom mutatni. Mutassátok meg. Ti, akik ott a nagyvilágban tanítók vagytok. Mutassátok meg. Hány ember változott meg a hatásotokra pozitív irányba? De úgyhogy nem egy picit, hanem nagyon. Hm? És ez nem nagy képűség, ez tény.
Világos ez? Az a nagyképű, aki azt gondolja, hogy az a jó, ami úgy van, és közben nem is úgy van. Érted? Vagy nem is az a jó. Az a nagyképű. Jó? Tehát, ezt azért mondtam el, hogy tiszta és világos legyen, hogy van például egy profécia. Ezt a proféciát, vagy 20 éve, hát több mint 20 éve olvastam, hogy ez időtájt, majd lesz rengeteg hamis proféta. De az a profécia nem akkor született, 20 évvel ezelőtt, nehogy félreértsétek, hanem már vagy nagyon rég, évszázadokkal ezelőtt, hogy ez időtájt nagyon sok hamis proféta lesz. Sőt, fizetett hamis proféta. Én szerintem ezt a faszit is fizetik. Tudti. Ennyi hülyeséget magától nem talál ki. Oké? Tehát nehogy azt higgyétek, hogy minden hülyeség, nem. Tehát úgy bújtatják el a hazugságot, hogy az igazságok közé. Érted? Hogy az ember még véletlenül se fedezze fel. A laikus ember. Érted? A tudatlan ember. Még véletlenül se fedezze fel. Hát akkor beszéljünk egy pár gondolatot az elménk működésére, csak úgy, hogy tisztában legyenek a tudatlanok, akik nem tanulnak itt. Jó? Tehát pontosan úgy működik a balagyféltekénk, mint az állatoknál. Az egész agyuk. Csak egy fejlettebb, kicsit fejlettebb formában. Ez mit jelent a kicsit fejlettebb? Hogy még a fél agyunk is nagyobb, mint bármelyik állatnak az agya. A teljes agya. Érted? Még a fél agyunk is több, nagyobb méretű, mint bármelyik állatnak a teljes agya. Most innentől kezdve nyilvánvaló, hogy minél nagyobb egy agy, akár egy fél agy, hát annál értelmesebb az a lény. Oké? Tehát a bal agyfélteke, tudod mire való? Egy dologra. Hogy tudjon a lény ösztönösen működni. Oké? Erre való. Jó? Semmi másra. És minél fejlettebb, nagyon érdekes, mert minél fejlettebb az agya, tehát a lény és ezáltal az agya, vagy az agy és ezáltal a lény, annál jobban idomítható az ösztönei miatt. Érted? Ez egy alap. Tehát ez egy teljesen alap. Na most az embernek viszont van egy szerencséje, az, hogy van tudata. Jobb agyféltekéje. És nem a jobb agyféltekénk közvetlen működése miatt gondolkodunk, hanem a lelkünk miatt. Ha nem lenne lelkünk, akkor úgy működnénk, hogy képtelenek lennénk mi is emberi lényként a gondolkodásra. Ugyanúgy képtelenek lennénk, mint az állatok. Csak sokkal könnyebben lehetne minket idomítani, mint bármilyen más állatot. De nem tudnánk gondolkodni, nem tudnánk magunktól megoldani dolgokat. Ugye az ember után a Földön a csimpánz a legfejlettebb. Az a legkönnyebben tanítható. Sőt, még beszélni is tud, szavakat is ki tud fejezni, hogyha ha beszélni tanítják a legelején, mikor még kicsi a csimpánz. Jó, de nyilván nem sok szót tud beszélni. Tehát ezt is kikísérletezték. Hát ugye nem egy állat tud beszélni, de papagáj is tud. Persze, mint ha van olyan szarka, vagy varjú, vagy mi a jó Isten, ami szintén beszél, valami ilyen varjúféle a világban. Az is, tehát majom is tud. És ugye kikísérletezték, hogy jó, akkor kisgyerek, kismajom,
És van az a játék, tudod, hogy egy gömb, és akkor az idomokat csak egy helyre tudod bedugni. És ezt megmutatták. A vajon nem tudta csinálni. A gyerek megfogta, kikereste, és belerakta. Érted? A kisgyerekről van szó, kicsiről. Nem egy évesről. Jó? De egy két éves gyerek ezt már meg tudja csinálni. Egy két éves. Ami azt jelenti, hogy kilogikázta, érted? Kilogikázta, gondolkodott, mérlegelt, belemegy, nem megy bele. A majom semmit nem tudott ebben kezdeni. Próbáltott belerőszakolni, mert ugye utánzás. Tehát megmutatták azért utánzás, és a gyerek is utánoz, megmutatták, hogy bele lehet rakni, és a majom nem tudta belerakni. A gyerek bele tudta rakni, és belerakta az összes idomot, érted? A különböző lukakba. És senki nem mutatta meg neki előtte. Jó? Csak egyet mutattak, hogy bele lehet rakni. Hát mint látom az unokámon, még nem nagy kort élt meg, mert ugye 13 hónapos múlt, 14. hónapban van, és már így az ilyen összerakható idomokat már elkezdte összerakni. Érted? Megmutatták neki, hogy azt össze lehet rakni, és akkor elkezdte összerakni, érted? De hát ugye az tök mindegy, milyen idom, mert össze lehet rakni. Az nem olyan, hogy ki kell keresni, hogy most össze tudom-e rakni, vagy nem. Persze, bele tudom-e dobni, vagy nem. Szóval, hát a tudatunk révén vagyunk emberek, ez a barom, meg az ösztönönkre hagyatkozik, érted? Az ösztöneinkre. Hát ugyanúgy tudnál autót vezetni, hogyha nem lenne balagyféltekéd, érted? Mármint balagyféltek és működése. Tehát az autóvezetés, ez nem kell balagyféltek és működés. Tudod, hogy működik a jobb agyféltekénk? Úgy működik, hogy azt mondják, ugye tanítják, hogy vannak ezek a bal agyféltek és tanítású működések. Tudod, az azt jelenti, hogy mit tudom én, rajzolni, megtanítják bal agyféltekével, meg ilyen hülyeségeket, érted? De az megint beidomítják gyakorlatilag. Na most az autóvezetés, jó? Tehát azt mondják, hogy az ösztön bölvezetés, tehát mikor az ember ösztönsen fékez mondjuk hirtelen, akkor a reakció ideje sokkal kisebb, mintha az embernek tudatosan kell fékezni. Ezért például egy kezdő vezető, amelyiknek tudatosan kell fékeznie, ha baj van, akkor lehet, hogy a féktávolság nem elég. Mert ugye a reakció ideje hosszabb, mert végig gondolja, hogy húha, kijött az autó, most hirtelen bele kell lépnem a fékbe, és ez idő. Ugye egy ösztönösen vezető embernél, aki régóta vezet, ez pár tized másodperc gyakorlatilag. Tehát különbség. És ezáltal ugye mennyire fontos, felértékelik az ösztönt. Jó? Na csak nézzük akkor, hogyha nem lenne ösztönöd és tudatosan kellene vezetned, akkor képes lennél kapcsolatba lenni a lelkeddel. A lelked révén az őrangyaloddal is, meg a teremtőddel is. Ami azt jelenti, hogy az őrangyalod már rég szólna a lelkednek, és te már rég tudnád azt, hogy abban a helyzetben nem kell belemenned. Ez a különbség. Érted? Ahelyett, hogy az embernek nincs ilyen képessége. Miért? Mert elnyomták ezt kisgyerekkortól, ezt a képességet, mert ez volt ilyen képessége. Elnyomták, és megtanítják a baromságot, érted? Hogy csináld ösztönből. Nem kell hallgatni ilyen dolgokra, nem. Hát most mondok példát. Beszél arról, hogy az univerzumi energia. Hát hogy az univerzum, tehát akkor működik jól egy ember, hogyha egyetértünk, ha van energiája. Tehát azért mondom, hogy bele van csempészve a helyes tudás, de ott van, nem a helyes tudás, a helyes tudásba
a hülyeség. És akkor mondja, hogy a univerzumból kapja az ember az energiát. Jó, oké. Mi tanultuk azt, hogy ötféle energiaforrás van. Abból az egyik az univerzum energia. Akkor nézzük meg, hogy az univerzum energia honnan származik, jó? És ki kapja, ki nem kapja. Tehát eleve a teremtő hozta létre, jó? Az univerzum energiát, maradjunk ennyibe. És abból a célból hozta létre, hogy azok, akik megérdemlik, azok tudnak belőle energiát meríteni. Akik nem érdemlik, nem tudnak belőle meríteni. Tehát, ha pozitív célra kell az univerzumi energia, akkor kapod. Akkor tudsz belőle, nem kapod. Meg kell tanulni, hogy hogy kell meríteni belőle energiát, és fogsz tudni meríteni belőle energiát. Ha nem tanulod meg, akkor nem kapsz univerzumi energiát, érted? A negatív emberek nem kapnak univerzumi energiát, érted? A romboló emberek nem kapnak, mert nem erre van kitalálva. Világos ez? Ezért van az, hogy a negatív emberek, a romboló emberek másoktól veszik el az energiát. Mert más ember is egy energiaforrás. Oké? Ezzel kapcsolatban megint hülyeségeket beszélt, érted? Tehát nem győztem csóválni a fejem. De nem győztem bólogatni is, mert voltak helyes információk, érted? De a többsége az hülyeség volt. Tehát leértékelte a célt, mindent leértékelt, érted? Mindent, amit el tudsz képzelni. A, jó, a vágyakat leértékelte, azt le is kell, ahol semmi gond nincs, mert a vágy az élet megrontója, tényleg. Vágyak az élet megrontói. Jó? De célok nélkül az ember megy a temetőbe. Hát egy embernek nincs célja, akármilyen kicsi vagy nagy, akkor céltalan az élet. Hát a céltalan élet az azt jelenti, hogy irány a temető. És nem látogatási céllal. Oké? Okay? Hanem bentlakásos. Így van, céllal. Így van. Így van. Jó, szóval? Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy hát az ember, ha valaminek, valamit működtetni akar, akkor meg kell ismerni a működését. Gondold végig. Ha egy tévét működtetni akarsz, meg kell ismerni a működését. Semmi nem működik úgy, hogy nem ismered az autódnak. Hogy vezetni, ha nem tudod a működését? Ezért sokan, ugye, akik sose vezettek mondjuk automata autót, azt mondják, hogy én bele se ülök. Mert ugye először meg kell ismerni annak a működését. Vagy ki az, aki vett már életébe autót? Oké, okay, jó. Beleültél, hát tanulmányozni kellett, mert nem tökéletesen ugyanúgy működött, mint az előző, nem? Át kellett nézni, és lehet, hogy a vevő megmutatta, hogy ez így van, vagyis az eladó. Ez így van, az úgy van, az amúgy van, érted? És ezáltal megtanultad, vagy fogta egy könyvet, és akkor megnézted ahogy a használati utasítását, és megnézted a kezelési könyvét, megnézted, hogy hogy működik, érted? De mindenre ez így vonatkozik. Hogy az ember fogja, és tanulmányozza annak a dolognak a működését, hogy tudja használni. Ez a hapi, érted, ez úgy képzi az embereket, hogy semmit nem magyaráz el, hogy miért működik az úgy, és az hogy működik, érted? És az emberek, tessék, használjátok, de nincs hozzá használati utasítás. Mert a tudatalattihoz nincs használati utasítás. Ahogy mi tanítjuk a reaktív elméhez, mert az aktív elménk a jobb agyfélteke, a reaktív elménk, az önműködő működésű elme, az annak is a működését tudni kell. Mi így hívjuk, hogy reaktív elme. Jó? És pontosan tudni kell az ember a működését, mert ha nem tudja, akkor nem tudja működtetni. Tehát amit nem tudunk, valaminek a működését, azt nem tudjuk működtetni. Ha nem tudod ennek a kamerának a bekapcsolását, akkor tanulmányozni kell, hogy hol kell vajon bekapcsolni.
Érted? Tehát ez mindenre így vonatkozik, és úgy tanítanak embereket, hogy nem adják át a működését annak a dolognak. Hát most mondok példát, ott van a párkapcsolat, gondold végig. Kaptál a párodhoz használati utasítást? Barbie kapott? Persze, hozzád kapott a Barbie, persze. Ő kapott, tőlünk kapott, persze. Így van. De általában nem kap az ember használati utasítást a párjához, érted? Pedig milyen jó lenne, nem? Hogyha az ember kapott volna használati utasítást. Könnyebb lenne vele bánni? Tuti! Kellene tanulni, hogy miért olyan a másik személy? Kellene. Tanítják az embereknek? Hébe, hóba, itt, ott, amott. De részletesen tanítják? Minden részletben? Most mondok példát. Az ember ugye működhet úgy, hogy van egy személyisége. Hát azért minden embernek ismernie kellene a saját személyiségét, és legalább annak a személyiségét, akivel él, vagy akikkel együtt él. Érted? Az a minimum, hogy kellene ismerni. Kellene ismerni a másik vérmérsékletét, de először is a saját vérmérsékletedet, és a másiknak a vérmérsékletét. Semmi köze ennek a kettőnek egymáshoz, a személyiségnek meg a vérmérsékletnek, ez két különböző dolog. Az azt jelenti, hogy én még nem láttam olyan képzést folytató ember, aki ezt a kettőt tudná tanítani egyszerre. Akkor nézzük tovább. Ott van egy harmadik dolog. Ott vannak az embernek az energiái. Azt pedig meghatározza a születési dátuma. Érted? Az pedig ugye, hogy milyen energiákkal rendelkezik, a numerológia tanítja. Ez már három dolog az ember működésével kapcsolatban. Én még nem láttam rajtam kívül olyat, aki ezt a hármat tudja tanítani, vagy az itt tanultakon kívül tudná ezt tanítani. Érted? Jó, tehát itt csak egy pár dologról beszéltem, vagy van egy következő. Ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, egy hangot nem hallottam arról, hogy tisztesség, becsület, erkölcs, azaz etika, mert ugye együtt ez a három az etika, ettől az illetőtől, ettől a könyvírótól. Egy hangot se. Egy dolgot hallottam, amivel egyetértettem. A szeretet. Arról hallottam. De csak ennyit, pár mondatot beszélt róla. Mennyit tudok tartani a szeretetről? Hány órát beszélni? Oké. Okay. Jó, tehát inkább nem beszélni, hanem tanítani. Hány órát tudok tanítani a szeretetről? Hát a boldogságról nekünk van egy két hónapos képzésünk. A boldogságról. Érted? 60 óra. Ő a boldogságról beszélt 5 percet. Szerintem jó esetben. Még lehet, hogy annyit se. Pár mondatot. Jó? Szóval. Na most azt gondolják, akik ugye most nem a tanulókról van szó elsősorban természetesen, hogy na ennek a szedlecsiknek már megint eldurrant az agya magától. Hát nem magamtól durrant el, hanem mástól, igen. De nem durrant el az agyam, mert abszolút nem. Nehogy azt higgyétek, hogy én ezen felidegesítettem magamat. Ez nem felidegesítés, hanem ez szenvedély, ha most ezt, amit láttatok tőlem, jó? Tehát szenvedélyesen előadtam azt a dolgot, amiben én hiszek. Meg azt is, amiben nem hiszek, természetesen. Szóval, ez igazából arról szól, hogy miért csinálják az emberek. Tehát akik embereket tanítanak, vagy mindegy, hogy előadásokat tartanak, vagy könyveket írnak, vagy de itt tudom én, hogy tanítják az embereket, miért csinálják. Én legalább ezt is tudom. Miért csinálják? Általában azért, mert abból élnek. Érted? Abból élnek. Én nem ezért csinálom.
Kiszámoltam, hogyha 25 évig egy fillért se keresnénk, akkor is megélnénk, érted? Na most onnantól kezdve nem ezért csinálom, hanem akkor miért csinálom? Azért, mert ez az emberiség a romló tudásával, a butulásával a vesztébe rohan. Ezért. Érted? És az emberiséget, a lelkeket kell megmenteni. Érted? Nem az emberek teste számít, az nem számít, a lelkük számít, érted? Hát sír az emberekben a lelkük attól, hogy a gazdája milyen hülye. Tényleg, az emberek nagy részének a lelke sír a testében, hogy a gazdája milyen gyagya. Érted? Hát a lélek azért jött beléd, hogy fejlődjön. És hogy fejlődjön, ha te nem fejlődsz? Soha nem dolgoztam pénzért, de dolgoztam. Mondom, akkor inkább azt mondom, hogy 91-től. Ja? Tehát 91-től nem dolgoztam pénzért. Hanem miért? Hát a pénz az csak egy szükséglet. Semmi több. Milyen szükséglet? Hogy ki tud elégíteni a szükségletedet, nem? Nem ezt a célt szolgálja? Semmi mást. Meg hogy legyen tartalékod, meg hogy valamit meg akarsz venni, akkor ne kell a hitelt fölvenned, nem? Erre való. Másra mire? Mire jó? Egy WC-papírnak se jó. De nem? Képzeld el, már a virtuális pénz már arra se lesz jó, mint pénz. De a rendes pénzzel legalább tüzelni lehet, tudod. Pengővel mennyien tüzeltek annó annak idején, a háború után. Gondold végig. Hát a virtuális pénzemben meg tüzelni se lehet. Tehát semmi haszna nem lesz a virtuális pénznek. Jó, de mégis egy csereeszköz. Tehát a pénz egy csereeszköz. Tehát valaki pénzért dolgozik, szerintem te nem pénzért dolgozol, hanem azért, hogy ki tud fizetni a számláidat, nem? Azért, hogy meg tud venni a kaját, stb. Nem ezért dolgozol, nem a pénzért dolgozol, hát ezért dolgozol. Hát az emberek még ezzel sincsenek tisztában. Hát nem pénzért dolgozunk, hát senki nem pénzért dolgozik. Hanem azért, hogy az, ami költségei vannak, havi szinten, azon ki lehessen fizetni, egyenlíteni. Világos ez? Jó? No, ránéztem az órára, elment az idő. Jó, úgyhogy erre raktuk ezt a kérdést. Nyilván egyeseknek nem tetszett. Kit érdekel, hogy kinek tetszett, kinek nem tetszett? Az igazság, én tudom, hogy sok embernek fáj. És akinek fáj, annak nem tetszik. Persze, akinek betalál, annak nem tetszik. Akinek inge, az most öltözködött. Így van. Így van. Akinek meg nem volt inge, az nem öltözködött. Az azt mondta, hogy tényleg, hát ez az igazság, amit most Miklós mondott. És képzeljétek el, akinek nem tetszett az, amiről beszéltem, képzeljétek el, a többség, aki nézi az előadásaimat, túlnyomó többség, azoknak tetszik. Tudjátok, hány százaléknak tetszik? Mindig több, mint 90%. És mondom azoknak, akik azt gondolják, hogy ők a tutik, de több mint 90%, még olyanok is van, olyan előadásom, hogy a 99%-nak tetszik. Érted? És akiknek nem tetszik, azoknak meg azt mondom, hogy nyasgem! Ennyi! Oké. Nem neked szól, ne hallgasd, ne nézd. Érted? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk benneteket szeretettel, akiknek tetszik az, amiről beszélek. Szeretlek benneteket, sziasztok!